Múltkor Debrecenben voltam, televíziót néztem, egyszer csak ismerős arc, hú, mondja csak hát ez a Budai Peti. Aztán valamelyik reggel szintén egy kereskedelmi csatornát néztem, Valko Eszter és Györgyi Pál volt a műsorvezető, és következő beszélgető társunk, nézem, hú, hát ez is a Budai Peti. Hát innen jött az ötlet, hogy ha már ezekben a televízióban szerepeltet, akkor mivel az valahol csak a mi fiunk, miért ne szerepelhetne nálunk a Budai Peti, kedves néző és Studio Percik című műsorunkat láthatják, és nagy tisztelettel köszöntöm Budai Pétert, aki már Petiből felcsöperedett, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Na, ugye már én már tisztelt is. Na, amit róla tudni kell. Te Tiszavasváriban születtél, itt élted le. Pontosabban Nyíregyházán, csak Tiszavasváriban laktunk nagyon-nagyon sokáig. Aki ismer, azt tudhatja, és nem is árul kell titkot, hogy valamikor a szüleiddel együtt zenéltem éveken keresztül, édesanyád Orosz Jüdikó, Orosz Misinek, a szakszisnek a nővére, édesapád néha, édesapád pedig Budai Balázs, aki a gyárban volt a kereskedelmi főosztályon. Hát Péter, a tojáshéj az leesett, kinőttél, és önálló utakat jársz. Nehéz néha túlnőni azért anyáiknak a sikerén, és a Peti a kis pöttyös labdából ugye kilépni ugye fényre, de hát muszáj volt, meg igazából elég kalandos történet az enyém, aztán én is voltam már szerintem minden akasztott embernem szerintem még. Ugye ez úgy indult, hogy a becsületes szakmám nekem az informatikus, mindig is a számítógépekben leltem, meg ugye az örömet. Aztán meglepődhetsz, mert igazából ezekben a műsorokban, ahol látsz, nem igazán a számítógépekben utazok, hanem kimondottan így a gyógynövényekben, meg a természetgyógyászatban. Te is ismered a testvérednek, Balázsnak a történetét. Ugye, bár nem ez volt a fő oka annak, hogy én így a gyógynövények felé tolódtam el egy kicsit. De mondjuk el, jó, nem biztos, hogy mindenki tudja. Ez ugye 2008-ban, ugye lassan már 10 éve, őt egy nagyon rossz indulatú hasnyálmirigy rákkal diagnosztizálták, és ugye én akkor úgy voltam ezzel a dolga, hogy ugye mint minden szakma, minden szakmának megvannak a maga szakemberei, és akkor én akkor nem igazán vállaltam ezért felelősséget. Meg egyébként is ugye a filmekben azt látjuk, én legalábbis főleg ugye számítógépes játékokban, akciófilmeken nőttem fel, ugye mindig ugye az orvostudomány, az orvosok, a természetgyógyászok, meg ugye általában a testnek megvan már ez a kialakult kultúrája, ugyanazt ugye gyógyítani kell, mint ahogyan ha elromlik a mosógép, és akkor ugye nincsen a felől kétség, hogy kívjuk a szerelőt, megnézi, hogy az autó, hogyha bekrepál, akkor elviszed egy-két hét, visszakapod, és ugye minden meg tovább a megszokott módon. Ugye számomra teljesen elfogadhatatlan volt az, hogy főleg 26 évesen az embernek ugye viszlátot kell inteni, és nem is foglalkoztam a témával, ugye gyakran láttam, nem is értettem egyébként anyáikon is láttam, meg ugye öcsin is, hogy nagyon aggódnak. Tehát azt láttam, hogy megjött egy orvosi eredmény, egy lelet, és akkor mindig össze van zuhanva, és én nem értettem, hogy gyerekek, hát nem kell aggódnunk, hiszen ez a dolog már meg van fejtve, hisz ennek megvannak a szakemberei, a tévével is mindig meggyógyulnak, ugye a videójátékban is mindig ugye a jó győz, stb. Hát nincs itt semmi gond. Ugye ez ugye lehet, hogy hülyén hangzik egy kicsit, de én ebben a tudatban éltem, ugye ebben nőttem fel, hogy hát nincs itt semmi gond. Teljesen pozitív közegben. Igen, meg ugye nem alapvetően egy optimista ember vagyok, és ugye nem volt opció az, hogy itt ugye más kimenteni is lehet a dolognak. És bizony rá kellett néznem arra, hogy szép lassan az évek alatt, meg ugye ahogyan bekövetkezett a tragédia is, 3 hónapot ráadásul, tehát eléggé sokkoló volt, hogy bizony nem, vannak olyan területek az életben, amelyek nincsenek megfejtve. Tehát még mindig ott vagyunk, hogy az ember megbetegszik, és akkor ugye igen, benne van a pakliban, hogy mi van, hogyha nem épülök fel ebből. Milyen módjai vannak ugye ennek, és elkezd ez a dolog érdekelni, hogy hogyan lehetne valahogyan tovább lépni, hogy tudod, engem mindig zavart az, hogy a tudomány számomra azt jelenti, hogy mindig ugyanazt az eredmény produkálja minden körülmények között. Ugye ott van a gravitáció, senki nem vitatkozik azzal kapcsolatban, hogyha lejtesz egy ceruzát, hogy az le fog esni. Uh-huh. És ugye ez a fizika foglalkozik, a fizikában ugye van
lendületmegmaradás törvénye. Tudjuk, hogy ha vízbe mártunk egy súlyt, akkor mennyi lesz a súlya annak a tárgynak. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek is. Ugye én mérnöki beállítottságú voltam mindig is ugye a számítógépek miatt, és elkezdett érdekelni ez a dolog, hogy oké, de miért van az, hogy ilyen túl van misztifikálva ez a dolog, hogy valaki meggyógyul, valaki nem. Hát ez genetika. Hát tudod, ő a génjei ilyenek, meg... Hát de ő 70 éves, és cigizik, és egészségtelen kajákat fogyaszt, és hát... És nagyanyáink persze, azok persze hússal lettek, és mégis milyen sokat éltek, hogy... Miért van ez, hogy valakinek sok jut, valakinek kevés? Ugye például, hogyha egy vadőri könyvet felütsz, akkor benne van, hogy ugye az emlős állatnak ugye a várható élettartama, ugye az a kifejlődéshez szükséges időnek a hatszorosa. Ugye pont az adás előtt beszéltük, hogy ugye 20 évesen azért már egy ember már azért tovább nem fejlődik, ugye akkor elér a teljes testi fejlettséget, és akkor ugye hát könnyű a matek, mert ugye 6x20, 120, azért ha valaki már a 9-et megírja, akkor már tapsolunk. És ugye, de gondold el, hogy a normális működés a 120 lenne, hogyha egy ilyen göthös gebe ember vagy, még akkor is 120-at kéne élni, ugye, papíron. És ugye, de azért 50-60-nál már azért néha hullanak az emberek, és ugye főleg az én testvérem története, azért 26 évesen meg ugye ez meg szinte ilyen elfogadhatatlan téma. És sejti az ember, hogy jó, itt van valami, ami itt még nincs minden megfejtve, és, de még ez még nem volt önmagában elég az, hogy én elkezdek ezzel foglalkozni, mert csak puszta felvetés volt, hogy kezdjünk ezzel dolgozni. De én elkezdtem dolgozni egy informatikai cégnél, és nagyon nem mentek jól a dolgok. Tehát egy portált szerettünk volna fejleszteni az üzletembereknek, hogy egy amolyan akkor még jó ötletnek tűnt egy ilyen Facebook-szerű oldal, de csak vállalkozóknak, hogy itt te beírod, hogy te ezzel foglalkozol, ezt keresel, és akkor aki megtalálja egymást a kereset kínál. De igazából túlnyúltunk a költségkereten, és nagyon hamar csőcégére kerültünk, és egy nagyon-nagyon elvetemült ilyen krízis meetingen hangzott el, hogy egy munkatárstól, hogy gyerekek, mi lenne, ha gyorsan csináljunk valami extra bevételt, valami alternatív dologból, és akkor olyan felmenő, felkapott dolog lehet, hogy különböző gyógynövényekből krémeket készíteni, és akkor úristen, akkor én teljesen összezuhantam, hogy én mérnök ember vagyok, és akkor most nekem ilyen hókusz-pókusz gyógynövényekkel, meg kézrátétellel lesz majd foglalkozni. Ugye akkor még a természetgyógyászat ugye nekem egy és ugyanaz volt a kuruzslással, meg minden egyéb ilyen küldjük az energiát a tévéképernyőn keresztül. De ugye valamiben meg kellett élni, meg ugye maga a csapat az nagyon összeszokott, és egy tényleg egy nagyon jó hangulatuk is bagázs jött össze. És gyorsan ugye szükség ugye kényszert szül, néhány nyílt információ alapján felkutattunk ilyen halkszakú hősöket, szakirodalmakat, és ugye hamar összeálltunk egy ilyen prototípus termékkel, ami hát jó, hát ha jó lesz, nagyon béna volt a design, tehát én azt azóta ugye marketing szakember is lettem, és hát azt nem mutogatnám egyetemeken, meg előadásokon, hogy hogyan indultunk el. De ugye elindultunk, és az első néhány szállítmányt azt ilyen kinkeservesen tudtuk eladni, tehát mondanom sem kell, hogy hát mit csinálsz, hogyha most népszerűen akarsz valami pénz nélkül. Vettünk telefonkönyveket, rengeteg adósságot halmoztunk fel személyi kölcsön, ugye úgy kértünk kölcsön az első gyártásra. De belekérdezek. Igen. Tehát elkezdtetek egy bizonyos terméket, az, hogy pénzetek legyen. Most ennek a terméknek, legyen az bármi is krém vagy ilyesmi, ennek valójában általatok, illetve nem csak általatok, hanem a hozzáértők által is volt bármiféle tudományos alapja, hatása, vagy egyszerűen csak olyan, mint amit szoktunk így termékbemutatókból látni, vagy ágynemű húzott 600 millió forintért, és akkor de jól, mert lefekszel, és akkor ott maradsz, vagy valami ilyesmi. Igen. Egyébként én megfojtam egy kicsit dolgot, képzeld azt a szituációt el, hogy én is hasonló beállítottságú vagyok, tudod, ez a ja, jó, akkor már meglátjuk, hogy ez majd milyen lesz, és amikor az első néhány darabot eladtuk, és képzeld el, hogy jött a postás, egy két hét múlva, három hét múlva kb. Nem volt pénzünk újabb gyártásra, tehát hogyha ez működik, akkor rendelnek, ha nem, akkor ennyi volt, lehúzzuk a rolót. És a postás egy ilyen hatalmas bőrszatyorral megállott az akkori iroda előtt, egy családi házat béreltük,
és elővesz vagy 50 levelet, de így veszik ki is, mert mindig erre a címre, még ez mindig erre a címre, és látjuk, hogy tiszta bosszankodva nézi, hogy most úristen, hát ez valami tévedés lehet, és képzeld el, hogy sokkoló volt, de ilyen nagyon meghökkentő történetek jöttek vissza, hogy hát ő nem tudja, hogy mi történt, de reggel kiment lefőzni a kávét, és akkor jött rá, hogy a járóboltot bent hagyta az ágy mellett. Vagy el akarták altatni a kutyát, és akkor hát most mi, hát van egy ilyen ekcémája, hát kenjük rá, hát ha. És ezek így jöttek, így ötösével, tízesével. Én már láttam a világtörténelemben, hogy dobd el a botod és járj. De ez nem az. De ez nem az, és képzeld el, hogy én meg hogy mérnök ember vagyok, és ez nem igaz, tehát ez így nem lehet, ennek utána kell járni. És elmentem a Semmelweis Egyetemre, nekem akkor volt ott kapcsolatom, a doktor Kéri Ágnes, és mai napig azt hittem egyik legjobb farmakológus az országban, és időpontot kértem, hogy segítsen kifilózni, hogy itt mi történhetett, mert ugye gondold el, hogy informatikus vagy, és akkor holnaptól már gyógynövény szakértő vagy, és az emberek írnak, hogy de nekem van reumatoid, nem tudom micsoda, és akkor azt tudod, hogy most milyen nyelven beszélnek, és ugye szolgálni kell a válaszokkal, most meg nem mondtam, hogy hát figyelj, igazából tegnap én is ilyen idióta voltam, még nem tudtam semmit, ezt nem mondhattuk, hanem oké, hogy segítsünk akkor nekik. És elmentem ez a dr. Kéri Ágneshez, és akkor mondta, hogy akkor ebből vigyem már el akkor a dokumentációkat, miből dolgoztunk, milyen összetétele van, jól hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért egy nagyon jó vegyészmérnök barátommal dolgoztuk ki, 20 éve benne volt, tehát azért összegyűjtöttünk azért, tehát ez nem egy ilyen kókány valami volt, de én számomra... Az ismeretlen hősök szerepet játszottak? Így van, tehát itt volt benne, képzeld el, tehát gondolnád, hogy Magyarországon például, nem, Magyarország nem feltétlenül a rémes politika vagy focimiről híres, hanem olyan, én nekem megdöbbentő volt, hogy van olyan orvosunk, kutatóorvosunk, aki 19 gyógynövényes enciklopédiát adott már ki angol nyelven. És Bulgáriában, Londonban össze-vissza egy nagy arc. Itthon meg nem ismerik annyian. Uh-huh. Tehát ez megkökkentő volt, és ilyen természetgyógyászok összeáll, de számomra egy okkult tudomány volt az egész, mert ugye én akkor egy informatikus voltam. És egy néhány napos kutató munka után szól nekem a Semmelweis Egyetemről, vagy szerintük, így megnézték a papírokat, uh-huh. A tudomány szerint a termék nem is létezhetne. De létezik, mert itt van, tehát már most a hulla ott van a medencében, tehát nem tudunk mit csinálni vele. És kiderült, mert hát ők nem tudják visszamérni, mert ez már ugye már egy krémben vannak ezek a növények, hát nem tudják mi a hatása, mert ugye több növény lett már összekutyulva, bemérni már nem lehet, ugye. És rájöttem, hogy nekünk kell kitaposni ezt az utat, mert ugye a farmakológia, a gyógyszeripar, ugye azt mondja, hogy rendben ott a szalicil sav, az egyetlen egy ható anyag mondjuk a fűszva kérekből, amiből van mondjuk 400 vegyület a fűszva kérekben, de ők egyet kivettek, és már ennek fájdalomcsillapító hatása van. És ugye ez a fajta tudományos megközelítés viszont lekorlátozódott, mert itt már most egy szélesebb spektrumba kellett nézni, mert ugye itt van 12 gyógynövény mondjuk, és amiben egy gyógynövény van 400 vegyület, akkor most mondd meg, hogy a járomot akkor az most miért került a sarokba. Nem tudja senki, na és innen indult egy kutató munka, és gyakorlatilag ez az, ahol ugye 4-5 éves kutató munka után ilyen tévébe látsz engem, mert muszáj volt ugye ezt így visszabontani, és azóta könyvet is írtam erről, és hál' Istennek nem tudom címét, annak lehet mondani? Persze, mértem. Jó, ez a Halálos Bizalom című könyv, ennek én vagyok a szerző, és a Tiszavasváriban is ügyel a dr. Rojkó László, szerintem biztos ismert, ugye ő volt a szakmai konzultáns, meg ugye persze sok más orvos, és együtt raktuk össze ezt a kis ilyen gyógynövény túrát, hogy akkor oké, akkor nézzük már meg azt, hogy nem kell újra felfedezni azt, hogy már jól működik. Nekem ugye ez volt az ilyen alap konzekvencián, azt sokszor megkérdik, hogy mit mondanék, ha egy mondatba kéne össze. Én azt, hogy ha valami működik, azt nem kell megváltoztatni. Uh-huh. Tehát ugye, és pont a gyógynövények témája egyébként, én azt hittem, hogy ez valami rég elfeledett dolog, de nem, 100 éve, kb. 100 éve van. Meg egy inkább előtérbe kerül a gyógynövény, illetve a nép jellegű gyógyászata, ugye az orvostudomány és nem az orvostudomány, hanem a gyógyszeriparral szemben megkiderül, hogy sokkal jobbak a hatóanyagok benne, és nincsenek különféle kísérőanyagok minden. Na Peti, azt, hogy elindultál ezen az úton, mennyire kell, hogy benne legyél például a politikában?
Én távol tartom magam igazából. Tehát akkor nincs olyan, hogy ha most nem ennek a pártnak vagy a tagja, akkor nem támogatnak, ha annak, akkor támogatnak. Nem, igazából én még tovább mennék, mert én amondó vagyok, hogy az egészségügy az mindig egy nagyon langyi talaj, egy ilyen kicsit ingoványos, és én amondó vagyok, hogy és most azt gondolom, hogy nagyon finoman fogok fogalmazni, hogy az emberi egészség az ne, abban nincs biznisz. Két módon jelent egy ember. Mert hogy a betegségben van? Igen. Tehát ugye két módon nem hoz pénzt egy ember. Ha meghal azonnal, mert akkor nem fizet TB-t, nem jár orvoshoz, illetve ha egészséges marad. Uh-huh. És én azért mondanám, hogy a politika fölött szerintem még áll bizonyos érdekszervezetek, érdekcsoportok, de most azt gondolom, hogy ezt az összeesküvés elméletet most én nem fűzném olyan sokáig, de azért látható szerintem ha az ember egy kicsit tájékozottabb, vagy nyitott szemmel jár, akkor látja, hogy őrült lóvékat ölnek bele az egészségügybe. Mindig újabb kutatások jönnek, és nagy hatóanyagok, és újabb rákmegelőzési módszerek, de valahogy a gyakorlatban ez valahogy nem kerül át. Ugye még mindig a 30-40 éves rákkezelő módszereket használjuk. Tehát nem tudom, ezt tudod, de elmész az onkológiára, még mindig megsugaraznak, megkemóznak, pedig már tanulmányok százai, milliói vannak, hogy de van ilyen, van olyan, van a ketogén diéta, van az antioxidánsok hatalma, akkor a zöld növények, a C-vitamin, de valahogyan a hivatalos orvoslás, hogy van ez a kutatók, akik dolgoznak rendületlenül, és van a tényleges gyakorlati orvoslás, és így a kettő között így nincs kommunikáció. Ez szerintem nem véletlen, az emberek nem buták, a kutatóorvosok nem hülyék. Uh-huh. Én azért mondom, hogy van a politika, és van a politika mögötti mozgató rugó, ami ugye irányítja ezt az egészet. Nekem ez vészesen hasonlít ez a gondolkodásmód a dr. Lenkei Gáboréhoz. Volt itt nálunk előadást tartani, beszélgettem vele, volt rá lehetőségem előtte, utána, és ő vallja ezeket a nézeteket, sőt el is mondta, hogy még kezdő orvos, mert ő is nem tudom, 4-5-6 féle szakorvos, hogy de talán Miskolcon két kollégájával kezdtek el, mert majdnem végső stádiumban lévő rákos betegeket kezelni C-vitaminnal. Elkezdtek gyógyulni, és miután ők ezt próbálták publikálni, abban a pillában állították őket. Onnantól kezdve a betegek visszaestek, meghaltak, és így mutatok, na ugye, hogy meghaltak. Nem hagyták nekik, hogy végigvigyék. Tehát akkor te is azt vallod, hogy nem csak ez a régi hagyomány, tehát a kemosugár, abban vannak megoldások, hanem már van olyan is, amit esetleg, ha engednének, akkor emberek százezer milliói maradhatnának élve. Igen, nehéz az így, hogy mondjam, én nem szeretek széllel szembe pisálni, de mondjuk én a Lenkei Gábor nekem jó barátom, én személyesen igen. ismerem, nagyon sokat beszéltünk, például volt tavaly, pont találkoztam, mert voltam Floridában egy tanulmányi úton, és pont összefutottunk, ez nagyon érdekes volt, hogy milyen kicsi a világ. Sokat beszélgettünk már, viszont én azt a részt vallom, hogy nem az orvostudomány a rossz, nem az orvosokkal van a baj. Én ezt mindig kiszoktam, ezt a könyvemben is leírtam, hogy az orvosi pályát nem választja az ember, aki nagy karrierre akar törni és milliárdos akar lenni. Ettől sokkal jobb bizniszek is vannak. Uh-huh. Aki orvos lesz, az valószínűleg azért, mert osztatlan, önzetlen szándéka van azon, hogy segítsen embereknek és hivatásán választja. Éppen ezért nekem maximális tiszteletem van az orvosok felé. Viszont maga a rendszer, az már viszont kétséges. Én is látok egyébként dolgokat, nekem is van olyan ismerősöm, pont elmondok egy sztorit. Járok egy fodrászhoz Nyíregyházán, és ott több ilyen fodrász csajszi dolgozott, és akkor egyszer nagyon szomorú volt, Rékának hívták, és mi a baj? Anyu rákos, most diagnosztálták. Figyelj, mondom, én végigcsináltam ezt a cirkuszt, kérlek, csináld ezt, könyörgöm, légy. Jó, meglátjuk, oké, rendben. Eltelt egy hét, két hét, három hét, ugye én kb. 23 hét szoktam menni. Mentem újra, de mondjuk eltelt már egy pár hónap mellett, akkor utaztam el, mindegy, nem emlékszem már pontosan. Bementem, és akkor nagyon szóval, mi történt? Hát meghalt. És akkor, de mi történt? Hát, mert ők elkezdték, amit én javasoltam, de aztán ő elment, és elolvasták azt, és igazából nem mertek szembeszállni, és akkor, de azt mondták nekik, hogy ha azt nem, akkor nagy baj lesz, és akkor végül is a járt úton mentek, és ugye ugyanaz, ami velem megövekezett a Balázsral,
És nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát az a baj, hogy ugye ma a tekintélyelvűség van. Tehát, hogy nagyon nehéz tisztán gondolkodni akkor, amikor ugye ezért halálos bizalom a címe a könyvemnek, mert gondold el, hogy ugye mindaddig a pontig, amíg valami egy várt eredményt biztosít, tehát mondjuk egy autószerelőhöz jársz, elmész egy autószerelőhöz és megcsinálja az autódat, de profin, de nem értesz a kocsikhoz. De látod, hogy figyelj, nem a gatyád nem megy rá, elmész, megcsinálja és jól megy, és tényleg nagyon ritkán kell szervizelni. Ez egy értékes terméke, azt gondolom, vagy egy végeredménye egy jó autószerelő. Na már most, hogyha egy olyan autószerelőhöz jársz, ahol mindig vissza kell vinni, ahogy kihozod, már esik széllyel, és már motorhibás, és már az aksi sem úgy működik, és eszi az olajat, és nem tudod, mi a franc van vele, pedig hát még alig vetted meg, vagy bármi, akkor ha nem kezdesz el gyanakodni az autószerelőre, akkor bolond vagy. És ugye az emberek ott kell jön a józan esze, hogy rendben, oké, értem, hogy te vagy a szakértő, és neked van róla papírod, meg minden, de legyen ott az a józan ítélő képesség, hogy ha a várt eredmények elmaradnak, akkor az nem oké, akkor valami nem a szerencsétlen genetikádra van bízva, nem arra, hogy nem tudom, hogy az Istenek nem áldoztál a megfelelő Istenek, hanem mindig valami konkrét miért van. Uh-huh. És általában én azt figyeltem meg, hogy a problémák azok szembeszökő okokból fakadnak. Tehát nem azért beteg valaki, mert most nem a legjobb homeopátiás módszert alkalmazza, és nem jó ágyneműt vett 600 millióért, hanem azért, mert figyelj csak egyébként, mint a UPC-nél, meg az internetesek ezt szokták ezt csinálni, hogy be van dugva az internet kábel, tehát hogy vagy van motor az autóban, vagy van benne üzemanyag, vagy jó, nem véletlen dízel tankoltál be, amikor neked benzines a kocsi, tehát az elején kell kezdeni. Hát meg nagyon nagy problémákat kell gyanakodni, amelyekről elsikadna az ember. Na figyelj, pont tegnap olvastam az amerikai Hawkins Egyetem legújabb kutatása, de mondom, ez tegnap látott napvilágot, és pont itt a rákkal kapcsolatban is nagyon érdekes és megdöbbentő volt számomra. Azt mondták, hogy valami bődöltesen 1,2 milliárd embert, vagy lehet, hogy többet, nem tudom, de nagy számra emlékszem, azokon keresztül vitték végig azt, hogy, és akkor ami kiderült belőle, hogy tulajdonképpen a maga a rákos megbetegedés az nem más, mint a sejtek regenerálódásának a biológiai hibája. És amiről nem tehetsz, tehát nem igaz az, hogy környezeti hatások, mondják ők, nem igaz, a genetika valami 5%, környezeti hatás 10-valahány százalék, és általában 60-70-80, sőt valahol 95% ez a biológiai nem megfelelő működés, kivéve a tüdőráknál, mert ott 67% a környezeti hatás, tehát dohányzás, levegő, igen, káros bevődni. Na, ehhez mit szólsz? Nekem teljesen reális. Azért mondok, hogy most mondok egy dolgot. Legyen ez egy ilyen kis, nagyon alapvető információ, csepp, hogy én hogyan mennék neki egy rákos betegségnek, hogyha valaki az lenne. A rákos megbeteged, sőt, még messze megyek, hogy működik a rákos sejt. A rákos sejt igazából ugye úgy van beállítva, mint ami gonosz démon, hogy fú, felszaporodtak és stb. Nem. A rákos sejt igazából csak egy beteg sejt. És mint beteg sejt, ezt előnyünkre lehet folytani, ugyanis a beteg sejt nem rendelkezik olyan kifinomult anyagcserével, mint egy egészséges sejt. Nem tudja úgy feldolgozni az oxigént, mint egy rendes egészséges sejt, és úgy általában véve betegesen működik. Tehát olyan, mint egy beteg ember. Jó? Na már most! Ugye a sejt, mit csinál egy sejt, mikor működik? Ugye kell neki energia, üzemanyag, és ugye ugyanúgy salakanyagot állít elő, tehát energiát állít elő egy sejt. Tehát egy szénoxigén motor. Ennyi. És ilyen sok kis sejtből tevődik össze a nagy egész egy ember. Ha megnézem a rákos sejtet, nem képes, csak a könnyű szénhidrátokat tudja feldolgozni, tehát cukrokat tud csak. Ugye mindenből, ha energia kell a szervezetnek, akkor ugye abból cukor lesz. Csak cukrokat tud feldolgozni, semmi egyéb komplex tápanyagot nem tud, és az oxigén sem tudja normálisan feldolgozni. Mit értek ez alatt? Egy ember, hogyha egyszerűen csak fogja és átáll egy olyan étrendre, egyik napról a másikra, itt nem fokozatosságról beszélek, radikális eszközökről. Na de ez már a megbetegedés után. Van. Tehát így mikor van. Kimondják hogy valakire, hogy rákot diagnosztizáltak utána? Így van. Nyilván ezt megelőzés tekintetben is majd erről külön tudnék egyébként rengeteget mesélni,
de azáltal meg lehet gyógyítani, ez csak az én tapasztalatom és megfigyelésem, de rengeteg ilyen tanulmány van, amely kezdi ezt megerősíteni. Aztán, hogy ez mennyire fog áthelyeződni a gyakorlati orvoslásra, ezt majd meglátjuk. Ahogy a gyógyszeripar eldönti. Így van. Tehát, hogy egy ember fogja és átáll egy olyan étrendre, ahol zéró, az úgy mondanám, hogy az inzulin szintje, az nem emelkedik egyáltalán. Egy emberi testben egy teáskanálnyi cukor van, 5 gram, semmi több. Bár, ha ettől picivel többet eszel meg, egy csokis kekszet megeszel vagy valami, azonnal fölé megy, és ugye megnő az ember inzulin szintje. És ilyenkor a rákosértek táplálékhoz jutnak. Ám bár, ha átállsz egy úgymond ketogén diétára, vagy egy olyan, ami csak fehérjéket, zsírokat és zöldségeket tartalmaz, tehát glutén, cukor, semmi ilyesmit, laktózt, semmi. Semmi. Nem. Zsír, fehérje, zöldség. Gyümölcs sem, abból is nagyon kevés. Hát igen, mert gyümölcs. Akkor a rákos sejtek egyszerűen elkezdenek éhen halni. Uh-huh. Így gyakorlatilag anatómiailag megfojtod a rákos betegségnek a... még örülök, hogy igazából ezt már a fókuszban nem merném elmondani, vagy bárs egy évén. Kivágnak. Valószínűleg kivágnak. De itt viszont az a jó, hogy itt szerintem el lehet mondani, és tényleg én ennyit csinálnék csak. És ezt mindenki próbálja ki maga. Én nem azt mondom, senkinek nem javaslom, hogy menjen a hivatalos kezelések ellen, csinálja. De ha ezt figyelembe veszi, hogy nem adja meg azt, amit a rákos sejtek élnek, akkor meg lehet gyógyulni. És az egészséges sejteket ez nem fogja károsítani, mert azok egy kb. 10 nap után, 2-3 hét után átállnak egyszerűen egy másikféle működési módra, mert ő megteheti, mert ő egészséges. Uh-huh. Tehát ő vált. Egyszerűen azt mondja, hogy oké, akkor mostantól a zsírokból szerem az energiát. De ezt akartam kérdezni, hiszen tudjuk, az energiaital, amit lehet boltba kapni, nevét nem akarom mondani egyiknek sem, nem attól energiaital, hanem hogy milyen összetevő vannak, hanem iszonyatos mennyiségű cukor van benne. Tehát az energiát ott a cukor adja. Akkor itt hasonló ugyanaz a helyzet, hogy tulajdonképpen akkor átáll a sejt, és akkor nem a cukorból nyeri az energiát, hanem hogy elmondtad a zsírból, szalonnából, tojásból. Meg tudja tenni. Koleszterinmentes füstölt szalonna. Házi kóbác. Igen. Ez jó, igen. A koleszterinmel külön tudnék mesélni egyébként. Micsoda hülyeség. Igen. Hát figyelj, Peti, én azt hiszem, hogy most akik megnézték ezt a műsort, nagyon sok emberben ott a kérdőjel és a kíváncsiság. Ha valaki bővebben szeretné, és most akár lehet ez a reklám helye is, de tudom, hogy szoktak bennünket keresni ilyenkor, érdeklődni ez iránt a téma iránt, hogyan, hol lehet, hogy teheti meg? Hát nem tudom, igazából azt a legegyszerűbb az, hogyha nem tudom, weboldal címet lehet mondani, mert az én munkásságom megtalálható. Ezt majd ki is írjuk szelekcímbe, jó? Jó, ez a hildvital.hu, tehát ilyen két ellen hildvital, de ki van írva, akkor lehet látni. Gyakorlatilag ott mindent meg lehet találni azzal kapcsolatban, hogy mit is csinálom. De egyébként YouTube-on is egyre több videót igyekszek közölni ezekben a témákban, pontosan azért, mert azt látom, hogy nagyon sokan, akikkel én foglalkozom, tehát engem nyugodt meg is lehet keresni egyébként, nagyon sokszor foglalkozom, nem praktizálok egyébként, amúgy én fitoterapeuta vagyok, tehát én diplomáztam is természetgyógyászként, rendelőm külön nincsen, én inkább a kutatással foglalkozom, de ha valaki most éppen megkeres, tehát most szólnál nekem, hogy figyelj már, itt van egy ilyen gerincfájdalom, nyilván persze akkor segíteni fogok, de én inkább a Hilvitálon belül igyekszem ezeket a gyógynövényes kutató munkákat így minél szélesebb körben ismerté tenni. Tehát YouTube-on is meg lehet keresni, ott is Hilvitál, hogyha valaki bejel YouTube csatornánkat megtalálja, egyre több videót kezdünk el így feltölteni. Pont azért, mert azt látom, hogy akik velem kapcsolatba lépnek, nagyon sok embernek tudok segíteni. És nem azért, mert én nagy májer vagyok, hanem azért, mert egy nagyszerű csapat van mögöttem, kutatunk, állandóan számtalan könyvet feldolgozunk, és tényleg egyszer kezd összeállni egy know-how, egy ilyen kis testútmutató, és épp készül egyébként egy újabb könyv, szeretnék majd egy könyvet megjelentetni, vagy egy nagyon egyszerű használati mutató is, nem tudományos, nem latin, nem gyógyszerek, hanem ez a csináld ezt, ez azért van, ez azért van, és így, és 5-6 lépésben. Bárki számára értető. Így van, tehát kimondottan. Én sem szeretem, hogy majd bonyolult, tehát nem szeretem. Utolsó kérdésem. Bátyád, édesapád kiváló dobos volt. Anyukád szintizik, énekel. Te milyen hangszerrel játszol? Én régen gitároztam, de szégyellős egyébként, hogy egy kicsit alább hagyott ez a beállítottság, nem a beállítottság, hanem ez a ráfajtott időmennyiség. De egyébként hiszed vagy nem, én mostanában énekléssel foglalkozok a szabadidőben, én nagyon szeretek egyébként énekelni. Sokszor adtam már elő, meg így azt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon tehetséges vagyok benne, valószínűleg
ezt anyának is köszönhetem, mert azért ő rengeteget tanított. És szeretnék ezzel foglalkozni, én nem tudom, hogy fog ennek összeilleszkedni majd ugye a pályámmal, de igazából informatikus, könyvtárosból, természetgyógyász már igazából teljesen... Elokban tesző, elérnek lenne a kutatásaidat, és felhúzol a YouTube-ra, minden ott van egy helyben. Mert én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és eljöttél, és köszönöm a kedves tévénézőknek is, hogy velünk tartottak.